Hangszerbemutató és korabeli táncház várta a Bregyó közi napközis tábor keretében a gyerekeket. Ma elsősorban reneszánsz hangszereket mutattunk be, azon belül is a fúvós szekció szerepelt. Tudva lévő, a 16. században sokkal több fúvós hangszert használtak, mint manapság, és ezek természetesen nem eredeti hangszerek, mindegyik másolat, egy múzeumi példányok másolatai, és ezekből próbáltunk minél többfélet megmutatni a gyerekeknek. A várt hatás nem maradt el, hiszen sokak tetszését elnyerte a program. A vége az nagyon tetszett, az az ugrabugrálós rész. Nagyon jó volt, szögdálni kellett, és ezen kívül az elején volt ilyen lassú tánc is. A város napközis táborában idén is kibővült tartalommal, rengeteg érdekes és színes programmal várják az általános iskolásokat. Az első turnusra mintegy 400 gyermek érkezett. Lehetett hullókarikázni, meg... mindent lehetett játszani, nagyon jó. Vannak, akik visszatérő vendégek a táborban, és most is úgy készülnek, hogy 6 héten keresztül itt lesznek. Eddig minden évben nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó programok vannak. Most már minden héten eljövünk ide az iskolában, és minden és ilyen dolgokkal megismerkedünk. Természetesen idén is lesz mód pótjelentkezésre. Városgondnokság alkalmazottjai várják őket a Bregyó tábor portáján, itt személyesen lehet jelentkezni, 72 órával a táborozás megkezdése előtt kell jelezni az igényt és befizetni, és ezen kívül a pénzügy@városgondnokság.hu e-mail címen lehet jelezni a részvételi igényt, és itt átutalással is lehet fizetni. A tábor díja ezúttal is a mindenkori napközis térítési díjjal egyenértékű, és a kedvezmények is igénybe vehetőek.